A balesethez érkező rendőrök készítették ezeket a fotókat az M6-os autópályán pénteken. A tragédiát egy német rendszámú autó magyar sofőrje okozta. Hátulról hajtott bele az előtte haladó másik autóba, amiben négyen utaztak. Mindannyian Pest megyében Pilisvörösváron éltek. Ebben ketten életüket vesztették, egy 49 éves férfi, illetve egy 49 éves hölgy. A járműben még két személy utazott, egy 18 éves és egy 22 éves fiatal, akik súlyos sérüléseket szenvedtek. A hátul érkező járműnek a vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet. Ezen kívül még 13 baleset történt a hosszú hétvége alatt Tolna megye útjain. Ezek a fotók vasárnap délelőtt Szekszártól néhány kilométerre a Keselyüs úton készültek. Az autóban négyen utaztak, a sofőr nem tudni miért az árokba hajtott. Hárman súlyosan sérültek, meg egy személy pedig könnyebben. Tömegek lepték el a Tolna megye temetőit halottak napján. A katasztrófavédelem szóvivője azt mondja, az emberek körültekintően emlékeztek meg szeretteikről, mécsesek miatt egyetlen tűzeset sem volt, más viszont bőven adott munkát a tűzoltóknak. Három esetben a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, egy esetben pedig a simontornyai önkéntesek tűzesethez. Az öt műszaki mentés közül három közlekedési baleset volt. Az egyik az M6-oson péntek este történt halálos kimenetelű baleset, itt a paksi hivatásos tűzoltóknak kellett beavatkozni. Szombaton pedig a Keselyüsi úton történt szintén egy közlekedési baleset, ahol a szekszárdi hivatásos tűzoltók vágtak ki két sérültet a személygépjárműből. A rendőrség mellett a katasztrófavédelem szakemberei is azt kérik mindenkitől, aki az utakat használja, hogy vezessenek óvatosan.